Sziasztok! Néhányan biztosan emlékeztek még, hogy pár héttel ezelőtt készítettünk nektek egy videót bizonyos ázsiai óriásdarazsakról. Ma hasonló dologról lesz szó, ugyanis egy hatalmas denevérről készült fotó a napokban villámgyorsan bejárta az internetet. Mint oly sok minden más, ez is egy Twitter bejegyzéssel indult, melyben egy képet osztottak meg egy Fülöp-szigeteken lencsevégre kapott denevérről. Sokan teljes pánikba estek a kép láttán, ezért úgy döntöttünk, utána nézzünk, van-e ok az aggodalomra. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Mindenek előtt érdemes leszögezni, hogy az említett fotó nem most készült, pár évvel ezelőtt is halálra rémített már jó sok embert. A faj neve óriás repülőkutya, mely a denevérek rendjéhez tartozik. Nem árulunk el sokat azzal, ha azt mondjuk, ez az egyik legnagyobb testű denevérfaj. Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy vitorlafesz távolsága a 1,5 métert is elérheti. Na de kellett tőle félnünk? Szerencsére nem. Egyrészt azért, mert ez a faj a világ másik oldalán, Dél-Kelet-Ázsiában honos, másrészt mivel kizárólag gyümölcsökkel táplálkozik. Ami azt illeti, inkább neki kell félnie tőlünk, emberektől, mivel az erdőirtás következtében egyre inkább elfogy a természetes élőhelye, az esőerdő. Emiatt a veszélyeztetett fajok közé tartozik. Ha már itt tartunk, írjátok meg kommentben, melyik a legkülönlegesebb állatfaj, amellyel valaha találkoztatok. Végül, de nem utolsó sorban nézzünk pár olyan állatfajt, melyet az óriás repülőkutyához hasonlóan a kihalás veszélye fenyeget. Ez nem egy vidám téma, de úgy gondoljuk érdemes pár szót ejtenünk erről is, mivel a biológia órákon erről nem sok szó esik. A legnagyobb veszélyben bizonyos teknős fajták vannak, melyek akár már a következő 10 évben is eltűnhetnek. De ugyancsak ide sorolhatunk egyes leopárd és hiúsz fajtákat is. Elmondható ez még a szumátrai tigrisről is, mely vitán felül az egyik leggyönyörűbb állat a Földön. Egy biztos, a különböző fajok soha nem látott gyorsaságban tűnnek el a bolygónkról, melyért kizárólag az emberiség felelős. A környezetszennyezés, az erdőirtás mértékét a jövőben muszáj lesz csökkenteni, különben végső búcsút inthetünk ezeknek az állatoknak. Mi csak apró porszemek vagyunk egy hatalmas gépezetben, de törekedjünk, és ti is törekedjetek arra, hogy megóvjuk a környezetünket. Hogy ezt milyen formában valósítjátok meg, azt rátok bízzuk, de higgyétek el, sok kicsi sokra megy. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!